szubnautikázni. Egy kis türelmet kérek tőletek, amíg elindul a játék, szerintem átírtam mindent. Majd holnap fogom szerintem bejelenteni ezt a nagy giveaway témát. Ah, kihúztam a izét, és... Ah, oké. A szénmelegítőt. Lehet valahol még vásárolni serbetli 250 g-os kiszerelést? Tudsz ilyesmiről? Nem, sajna nem tudok én. Nem vagyok ebben úgy nagyon, nagyon otthon. Jó a kérdés, fogalmam nincs. Szerintem azt már úgy nagyon régóta nem lehet látni azt a dohánymárkát. Meg, hogyha, tehát most én itt elkezdek tanácsokat osztogatni neked, hogy hol vegyél dohányt, azt nem hiszem, hogy... Az nem hiszem egy jó ötlet, tudod? Subnautica epizód 7 következik. Na lássuk, mi történt a hihetetlen bázisunkon és a hatalmas tengeralattjárónkon. 22 óra 22 perc van, kívánjatok valamit! Annyira jó az a játék, nagyon-nagyon-nagyon imádom. Én nem tudom... Amúgy is imádom az ilyen típusú játékokat, az ilyen túlélős játékokat, mint a Forest, meg a Green Hell, azokat én nagyon szerettem. Annyira, hogy szerintem a Forestet végig is fogjuk játszani majd még egyszer valamikor. A Subnautica-nak pedig a... van egy folytatása, ami még nem készült el, úgyhogy egy nagyon picit még várni fogunk azzal. Hosszú életvinám streamet kívánok. Jaj, de kedves vagy, Hunter. Köszönöm szépen, ez nagyon kedves. De ha elmondod, akkor nem fog megtörténni. Ilyenkor mi van? Szándékosan mondtad el? Lehet, hogy rosszat akarsz. Biztosan mondták már a Below Zero-t. Igen, arról beszélek, hogy az még állítólag nem készült el. Tehát ott még az fejlesztés alatt áll. Kicsit lejjebb vettem a fülemből a hangról. Lehet dohányról beszélni, csak a beszerzésről nem. Igen, ez a baj, hogy... Cseresznyi és mennyei volt. Nem beszélhetünk a dohányokról, hogy melyik király, melyik nem. Csak arról nem, hogy hol vegyed, mert a dohányboltban kell venni. Ez a legális útja most, tudod. Milyen furcsa hangokat hallunk odakintről. Mik vannak itt? Van nálunk szűrt vízből egy csomó. Első segélycsomag. Megcsináltuk az ultra gyorsan sikló uszonyokat. Csináltunk egy hihetetlen durva... Várjatok csak, itt ezt kimaxoltam. 19%-on állnak az elemek. Hát nem tudom, lehet, hogy kellene nálam lenni celláknak. Ez itt az Aurora kicsinyített mása. Ez is rohadtul király. Hangos a játék, én azt mondom. Furcsán hangos. Nem szokott ez ilyen hangos lenni. Mitől lett most... Mi? Ja, itt van a fő hangerő, abból lejjebb veszek 64-re, oké? Okay? És akkor így vissza tudom nyomni itt az OBS-t, nézzük. Aha, ez így nagyjából vállalható. Így a zenét is fogjátok hallani, meg a kinti világot. Szóval lett egy ilyen nagyon cuki kertünk, mit szóltok hozzá? Kínai burgonya nő benne, és azt már fel is lehet venni? Azt a... És ez így nő tovább majd? És azt meg is lehet enni? Ételhez 12-t ad. Gyakori hidegtűrő növény szövetség bolygóin. Szövetség bolygói. Mi azokon vagyunk rajta? Érdekes. Itt a tárolóban... Nem is merem feltétlen betenni, mert mi van, hogyha... Beraktam egy magot inkább. Akkor nőjön ott kettő olyan növény. Többet meg nem hiszem, hogy berakhatnék. Jó. Ide rakhatok még egyet? Nem. Akkor rakhat... De. Így van. Így már akkor lehet. Egyet meg még majd kínomba megeszek valamikor. Jó, mehetünk, bocsánat, elhülyéskedtem. Olvasgatra a PDF tartalmat, amiket találtál? Mindjárt, csak bemutatom nektek a Kentaurt, az írdatlan és hatalmas, nagyon-nagyon-nagyon király tengeralattjárónkat, ami akkora, hogy ugye az előbb volt egy skippelt rész a God of War-ban, amit mondtam Kratos falloszáról. Na hát, a Kentaur körülbelül ekkora. Menjünk gyorsan lentre. Úgy de ízléstelen vagyok. És ott elolvassuk a PDA-kat. Minden rendszer elérhető. Nézzük meg, hogy hány százalékon állnak az energiacelláink. Mert az előbb valami rejtélyes módon lemerültek ezek majd, hogy nem 100. Tehát hazafelé jövet érdekes módon majdnem lemerült az összes energiacellánk. Azt nem is értettem, hogy történhetett. Hozzáférés a fejlesztésekhez? Ja, hogy itt lehet a modulokat betenni. Aha. Jó.
Itt meg bubor 2.0, csak mondanám, hogy be van dokkolva. Ez ultra király dolog. És hogyha ezt kinyitod, van már mit összetörni, ennyi? Ja, hogyha ráállsz, akkor nem nyílik ki, aha. Nézd. Na, na, ez mennyire menő? Az egyik tengeralattjáróban van egy másik. Hát ez rohadt jó. És akkor mehetünk vissza. Csak meg akartam mutatni. Csak az a baj, hogy a pici 300 méter mélyre tud lemenni, különben össze rondítja a hidrosztatikus nyomás. Igen, szerintem ez a neve. Talán. A víznek a nyomása, tudjátok, nagy víztömeg, meg még a levegő tetején. Nyomás, hát igen. Az. Hangüzenetek nem, adatbank igen. Letöltött adatok, Degas túlélői. Bártorgán naplójának nem találtuk meg a második részét. Ez a világ. Azt hittem, a víz alatt élve klausztrofóbiás leszek. Apám így érez. Szerint egy gyerekes, de szerencsésnek érzem magam, amikor kitekintek az ablakon és nézem a világot. A szigeten élve el sem tudtam képzelni, hogy lenne ehhez hasonló lények élnek. A halak izzanak. Van egy faj, aminek 90%-a egy szemgolyóból áll, a kígyók, amelyek kétszer olyan hosszúak, mint egy élőhely egység. Ezt már elolvastuk egyszer, nem? Apa egyetért azzal, hogy dokumentáljam a felfedezéseket, megfigyelem a rákkígyókat, váratlanul csapnak le a prédájukra. Szerintem ezt elolvastuk. Mi ez a hármas? Ez az első alkalom, hogy napfényt látok hónapok óta, a mélységben töltött idő alatt csak álmodtam róla. Most visszatértem, de nehéz egyedül kielvezni. Apámnak igaza volt, sosem kellett volna elhagynunk ezt a helyet. Nem szabadott volna olyan mélyre merészkednünk. Oda nem kívánják a társaságunkat. Minden erőfeszítésem ellenére az egészségi állapotom romlik. A látomások egyre rosszabbak. Margit és apám már része a bolygó hihetetlen ökoszisztémájának. Örömmel tölt el a tudat, hogy amikor elmegyek, csatlakozhatok hozzájuk. Addig is még van némi kilátás. Degaszi hangüzenet egy élőhely elhelyezése. Itt valakik beszélgetnek. Bárt és Margit. Azt mondom, óceán vesz körül minket, nincs értelme bujkálni, előbb-utóbb be kell nedvesítenünk a lábunkat. Jó, itt az van, ugye, hogy akkor itt építették a bázist, utána jött valami vihar. Margitnak hívják a nőt, de nem tudom pontosan, ki volt ő. Megpróbálom röviden összefoglalni. Itt valaki felelős a... Hát gondolom a Paul az apja a Bartnak. Lehet, hogy ők egy család? Azt mondom, lehet, hogy ma a fia élete jelenti magának. Nem, akkor Margit nem az anyja Bartnak ezek alapján. Fiam foglalkozna növényekkel. Jó, és akkor Bartot befogták földművesnek? Következmény. Aha. Itt a döntések súlyáról van szó. Összeszedünk mindent. Leköltözünk egy barlangba, kinéztem egy helyet, néhány száz méter mélyen van, rengeteg fém lelőhelyjel. Hozzáférhető nyersanyagok, átkozott királynőként való élés, a vízszűrő berendezés, bioreaktor, friss hal. Megesszük a hírár salátát, megisszük a saját vizeletünket, hogyha szükséges. Minden esetre van jobb ötlete, küldj el a koordinátokat PDM-ra, átgondolom. Jó, akkor ez alapján leköltöztek a víz alá a szigetről. Volt még valami különös felfedezésük. Nem mi vagyunk az első emberek ezen a bolygón. Hoppá! Emberek talán vagy idegenek, lehetnek akár az átkozott tengeri szörnyetegek is, amennyit tudunk róluk. Nem fogjuk megtudni, ha csak idekin állunk. És ezért lementek. Mélyebbre mentek? Már 200 méter mélyen vagyunk. Még mélyebbre akar menni? Víz ömlik be a réseken. Ezt találtuk meg először, nem? És akkor lementek és meghaltak. Ez igen. Holtorgán naplója számkivetett. Főnök bejegyzése 5 hétre a becsapódás után egyedüli túlélők a fiam Bart és Maida, az olcsó zsoldos. Jó, de ez akkor még a zuhanás után történt, tehát az így mindennek az előzménye, hogy idejöttek néhányan, hárman voltak. Oké, jó, mindegy, elolvastuk, amit el kellett olvasnunk. Kapcsoljuk be a motort, és szerintem menjünk az Aurora mögé. Attól félek... Húha, várjatok, nem kéne egy gravit... Enged el? Gravicsapdát rakni, ide betölteni, és akkor megfogni az egyik nagy lényt. Van itt egy csapda kilövő. Erre most kíváncsi vagyok, lehet, hogy... lehet, hogy itt ennek a tárolójából előveszünk néhány dolgot, például a...
Van egy gravi csapdám, lény csapdámból van három, szerintem ezeket átvesszük. Régi kínai burgonyát pedig jó, megzabáltuk. Ezzel megyünk vissza a helyünkre. Hopp, kicsit odébb, elnézést. És akkor ide lehet betölteni a mindenféle... Nem, ezt nem lehet. A lénycsapdát azt be lehet tenni. Aha. Egy helyre vonza a lényeket kézzel és tengeralattjáról és kitelepíthető, nem hasznosítható újra. Jó, ebből van nálunk még néhány, akkor a gravicsapdát ezek szerint manuálisan kell használnom. Ha csak nem bubor 2.0-ból kell azt elindítani. Tengeralattjáró vezetése. Indítsuk be a motort és... Let's go! Elmegyünk az Aurora mögé, jó? Ha jól emlékszem, akkor... Mi, ott valami bánt minket hátul? Az mi? Valami a hajótesten van rajta? Nem láttam az Aurórát. Ott van, erre megyünk, oké. Okay. Na hát erre most nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fogunk találni. Ott esik le a kamera a mélybe, úgy látom, hogy ez a ragadozó hal össze-vissza viszi. Kicsit jobbrább is megyünk, attól félek, hogy zátonyra fogunk futni. Azért elég nagy ez a hajó, és itt eléggé sekély a víz, egy picit kerülünk, jó? Valami bántja egyébként a hajótestet, és nehéz megmondani, hogy mi az. Pedig nem hiszem, hogy neki csapódnék ennek annak. A hajótest közepén van valami gáz. Hogyan lehet a... Aha, ott van a... Ez egy hangkürtöt kell alkalmazni. Nem értem. Na mindegy, mindegy, mindegy. Az a lényeg, hogy van egy iránytűnk, és az Aurora farától 1 kilométerre dél irányban találhatunk majd valamit. Úgyhogy szerintem jó felé vagyunk. Onnan kaptunk valamilyen üzenetet, hogy nem fogják tudni a PDA-nkra elküldeni a lokációt. Csak attól a tóradar jelez, közel van valami, ami fáj, ha belemész. Amúgy lehet, mert a hajótestnek az épségét, látjátok, nem fenyegette, tehát 100%-on állunk. Valóban radar lehet, igen, 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 erre gondolok én is, mert... Hoppá, 1%-ot mentünk lejjebb energiából. És ma medve! Nagyon szépen köszönöm a raidet. Üdvít nálunk a vészkórusban. Sziasztok srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek. Éppen szubnautikázunk. Mivel játszottatok ma este? Mi volt nálatok? Meséljetek valami jót. Közben itt vannak a roncsok már, ugye? Aha. És itt kellene elmerülnünk nagyobb mélységekbe. Szerintem meg is indulunk lefelé. Csak az a baj, hogy nehéz lesz kilátnunk. Lentre. Fordulunk délre. Itt vannak ezek a hihetetlen nagy ragadozó állatok is, amiket szeretnénk, hogy ne nagyon bántsanak minket, de kicsit előrébb kellene mennünk. Valami nekünk csapódott, semmi baj. Nem lehet ennél nagyobb fényt kibocsátani lefelé? 95 méteren vagyok. Hú, srácok, semmit nem látunk. Nincs valami, ami... Vannak kameráink. Aha! Hát ez nagyon menő amúgy. Mekkora király már, hogy akkora hajótest, hogy kamerákon keresztül kell kinéznem. Épp most fejeztem be a Just Dance 21 streamet. Az igen! Na, és milyen volt? Bocsáss meg, elcsodálkoztam, annyira ritka, hogyha férfiakat lehet hallani, mármint feltételezem, hogy... Ha, nem tudom, valahogy a nevedből arra asszociáltam, hogy bár... Oké, a gender assuming az egy nagyon gonosz dolog, és hát nem szabad csinálni, bocsánat, hogyha ezzel megsértelek. Na, a lényeg az, hogy általában lányokat szoktunk látni ilyesmit csinálni, nem tudom, hogy melyik nemhez tartozol,
de most egy kicsit meglepődtem. Ez játék nagyon király, rohadt ijesztő. Hát, igen. Ebben egyet tudok érteni. Nézzük meg, hogy hány méteren vagyunk. 332 méter, tehát bubor 2.0-val itt már nem szabad, hogy kilépjünk, mert a nyomás azonnal összepasszíroz minket. Jó, szerintem közeledünk itt az alja felé. De hol vagyunk? Ilyen mélyen nem nagyon jártunk még szerintem. Az a baj, hogy innen el sem merek indulni. Ez egy ilyen hatalmas barlang és túl nagy a hajó. Mármint a tenger alatt járó. Alattam meg már sziklák vannak. Úristen, nagyon közel ráadásul. Az mi volt? Azt láttátok? Az mi? Ez... Az mi volt? Az mi? Nekem jött valami! Jármű támadás alatt áll. Oké, húzzunk el innen. Épp az mennem poén nagymedve táncol random zenékre. Az mondjuk valóban elég vicces lehet. Srácok, hogyha esetleg valaki kíváncsi Pézsma medve csatornájára, akkor feltétlen nyomjon egy követést és nézze meg, hogy mi jókat csinál a Twitch világában. És még egyszer elnézést, tényleg nem, nehogy sértésnek vedd vagy ilyesmi. Szó se ilyesmiről. Ott valami van lent, valami hal. Megpróbálunk lejjebb ereszkedni itt is. Most már talán itt több hely áll rendelkezésre, hogy kicsit lejjebb jöjjünk. Lehet, hogy ki fogunk kötni, meg... Nézd, ott van valami érdekesség. Hány méteren vagyok? 291-en. Akkor ez még nem is annyira mély. Szerintem itt jó felé megyek. Itt lejjebb tudunk ereszkedni, de... Mi történt? Lehet, hogy ott szembe hozzáértünk valamihez? Ha mögöttünk van egy kis földrész. Oké, mármint egy nem földrész, hanem hogy értitek, szikla. Hát nagyon nehéz vezetni egy ekkora tengeralattjárót egyedül, de megoldjuk valahogy. Ott is van egy lény, ami azt hiszem, hogy teleportál vagy gyilkol. Nézd, miket nyom. Ekkora királyig kutatni a víz alatt. Nézd! Wow! Azt a mekkora állat. Kimegyünk. Kimegyünk és megvizsgáljuk, jó? Motor leállít. Hogy így lenne fény? Oké, most már ezt is tudjuk, hogy amúgy tudnánk világítani. Remélem, hogy nem fogja szétverni a hajót, amíg kimegyek. Nem buborral, mert nagyon mélyen vagyunk. Van egy csapda kilövőnk. Megnézzük, hogy mi van ott. Víz alatt itt tripodok? Ja, valami olyasminek néz ki, szerintem is. Na, lássuk. Túlhalta a 100 métert? Hát a 300-at, haver. Ez mi? Tenger taposónak hívják. Tulipán taposó. Rendesen beszkenneljük őket. Tenger taposó Leviatán a neve. Ott meg a teleportáló izé megy. Itt sólerakódás van a tenger mélyén. Magnetitet kellene találni valahol, az nagyon-nagyon kellene most már nekünk így, mint fejlesztési anyag. Nézelődjünk. Nézd, ott van valami. 371 méteren vagyok jelenleg. Arany. Nem jó, nem jó, nem kell arany. Az mi? Valami lesodródott. Hőerőmű töredék. Ó, új tervrajz. Nagyon király. Hőerőmű. De jó, akkor majd a bázisra építünk egy olyat. Vissza kell mennünk, ne menjünk nagyon messzire, mert nem tudjuk, hogy meddig szabad itt nyújtózkodni. Egy rubintot felveszünk. Nem látok amúgy itt a mélyben semmi számomra hasznos dolgot.
Ja, mert hogy nagyon mélyre lemehetnénk még innen. De egyébként a Leviatán is 500 méterig teljesen jól van. Leviatán? Bocsánat, Kenta úr. Mondjuk hívhatnánk Leviatánnak igazán. Sajnos a Twitch letiltja a zenéket. Jaj, azt hallottam, igen. Igen, most a Just Dance streamereknek nem annyira egyszerű az élet így, hogy a zenék a játékban. Ugye copyrightos témák. Még akkor is, hogyha csak feldolgozások. Hajaj, ismeretlen környéken vagyunk már. Ilyen mélységben, 500 méteren még soha nem voltunk. Ott valami teleportálgat. 500 méter mély. Hihetetlen. Tök durva, hogy ide is le tudtunk már ereszkedni. Ráadásul tök király helyen van a tenger alatt járunk, csak nem szabad annyira nagyon eltávolodni. Ezek is nagyon királyan néznek ki, ezek a lények, imádom. Nem látok amúgy itt túl sok minden. Energiaimpulzusokat tartalmazó kiterjedt barlangrendszereket találtunk felszín alatt. Nézd! Jó, menjünk fel levegőért. Ezt jobban megvizsgáljuk, akkor egyenesen lefelé fogunk elkezdeni jönni. 200 métert legalább. Amúgy egy kicsit parázok attól, hogy nem lesz elég oxigén. Valahol lejjebb kellene jönni, csak egy ekkora tengeralattjárót bevezetni ide, hát szerintem lehetetlen. Nézd, milyen hatalmas. Óriási. Pedig odalent azért vannak érdekes dolgok. Lehet, hogy buborral kellene tovább jönni, de ahhoz meg fejleszteni kéne szegényt. Nem enged haza? De csak itt van erről. Megy a mák te a... Miket nyomtok? Csoda, hogy támadják. Itt ők vannak otthon, te vagy a betolakodó. Ez igaz. Nekem szoktak ilyen álmaim lenni, hogy a mélytengerben úszkálok, tele van mindenféle félelmetes lényel. Félig rémám, félig meg nagyon szép, vagy nem tudom, furcsa. Igen, azt mesélted, hogy neked ez a... Ez egyik ilyen rémálmod, hogy így a tenger. Meg a hatalmas ismeretlen és az őrült mélység. Homokos tengerpart és két ember. Folyadékbevitel szükséges. Jó, azzal még ráérek, köszönöm. Hát... Nézd, jó, ott teleportált egy állat. Óvatosan legyünk. 100-nál el kell indulnunk felfelé. Itt nem lehet már lejjebb menni, rossz helyen jöttem, de szerintem... Biztos vagyok benne, hogy itt még van valami, de nem jó helyen jöttem le. Elrontottam az ereszkedést, bocsánat. Az előbb jobb helyen mentünk tök mélyre. Lehet amúgy ám, hogy totál rossz helyen vagyok. Most meg rossz helyen megyek fel. Lehet, hogy tényleg arra kell ráfókuszálni, hogy bubornak legyen egy fejlesztése, amivel 500 méterig le tudok ereszkedni vele. Itt meg már nincs semmi számomra érdekes. Egy kicsit menjünk előrébb, jó? Nézzünk itt még körül. Tényleg? Alexa ezért nem játszik ezzel, fél a tenger mélységétől. De durva. Nekem semmilyen parám nincs szerencsére. Energiacellák még 100%-on. Nézzük a többit. 100, 66, oké, az utolsó merül. Motor indul. 95%, 344 méteren vagyunk. Megindulunk előre, kérünk egy kis fényt valamiből. Mondom, fényt valamiből, az hol van? Volt egy gomb, amivel vezérelhettük a fényeket a hajón. Na mindegy, ezt most nem látom így innen. Kicsit kanyarodjunk. Itt lejjebb tudunk menni, úgy látom, hogy itt egy kicsit mélyebbre lehet ereszkedni. Hamarosan innom kell majd egy kis vizet. Jó, itt megyünk lejjebb. Meg kell nézni, hány méteren vagyok. 395, jó, még 100 méterig jók vagyunk. Kicsit én is tartok tőle, hogy amikor már le kell menni 1000 méterre, hogy ilyenek, fosni fogok. Nem lát semmit lámpa nélkül. Jó, komolyan hangzik egyébként. Itt nézd csak. Hát oda így elnavigálni.
Rohadt nehéz. Az a baj, hogy nincs olyanom, hogy így oldalra úsz. Nézd, ott van valami. Az egy roncs. Az egy roncs, egy hatalmas. Jó, menjünk lentebb. Hidratálok már is. Oké, ezt itt most átvizsgáljuk. Több mindent is látok ott szemben, például van egy PDA. Jó, és szkennelni való dolgok is vannak idelent. Rengeteg. Folyadékbevitel elengedhetetlen. Akkor ígyunk. Vital signs stabilizing. Jó, talán még egy vizet meghagyunk, oké. Most megyünk ki, 419 méteren vagyunk, lemegyünk szkennelni. Kéne valami gyors ki... Bocs. Motor leállítás. Milyen víznyomás lehet 400 méteren? Hát igen, brutális lehet. Nem tudom pontosan, hogy a... akik ilyen free divingban vannak, amúgy miért világítunk? Ezt hogy csináltam? Hogy csináltam meg a világítást? Ezt nem értem. De jó, de reménykedjünk benne, hogy... a jobb gombbal! Oké. Okay. Az nem baj, tehát reménykedjünk benne, hogy nem fogja annyira meríteni talán a cellákat. Szia, Charmy! Mi a helyzet? Hogy vagy ma? Pörög a szabadság? Milyenek lehetnek azok a lények? Hát mondjuk olyanok, mint az emberek, csak... tehát így normálisak a környezetükben. Irányító szobatöredék. Ilyet már találtunk, ez is az. Ez üres. Ez hőerőmű töredék, ilyet is találtunk már. Akkor itt már mindent felfedeztem. Ebben nincs is semmi. Membránfa, irányító szobatöredék. Ezeket én már felfedeztem, hey. Mondjuk itt van egy nagy hajótest darab. Ezt azért lehet, hogy nem ártana megnézni. Van bejárata? Mindjárt lesz. Kivágható? Nem. Ez nem olyan. De valahol be lehet ám jutni, az is biztos. Innen fentről? Aha. Lépegető csákjázókar. Aha, na ebből kell majd még kis levegőért visszamegyünk. Óceánban 10 méterenként 10 atmoszférával növekszik a nyomás. Az elég durva. Most ez alapján azt is mondhatod volna, hogy méterenként 1 atmoszférával. Mennyit bír ki az emberi test? Egyébként. Ezt tudja valaki? Tíz méterenként egy, aha. Nem vagyok teljesen tisztában, hogy az emberi test mennyit bír amúgy. Itt még egy rubintot felveszünk. Fólyakkal. Abban van víz. Kéne egy fabrikátor a tenger alatt járunkra, nem? Hogyha ilyen mélyen élnek hólyakhalak, nézd, és milyen sok van belőlük. Hát mindegyiket fel akarom venni, egyértelmű. Nézd, ezek itt lehet, hogy őshonosak. Hát titántot szerintem eldobunk, ennyi nem kell, ennyire nincs szükség. Hát ezek itt nagyon jól elérdegélnek, ezek a halak, amiben vizet szokunk szerezni. Hoppat, elhagytam, bocsánat. Megvan. Ezeket, hogyha hazavisszük, akkor rendkívül sok vízünk lehet már megint. Amit egyébként is farmolni kellett volna, úgyhogy most a hasznos részét végezzük itt a melónak. De kínálja a tenger altjáró innen benézve. Ott egy... ó. Oh. Adattároló. Cyclops hőerőmű modul. Ezek szerint most már tudunk csinálni hőerőművet is ide a hajóba. Ez marha jó. Mikor lesz Little Nightmares DLC? Az már volt. Visszanézheted esetleg a YouTube-on, ott van alul a linkek közt. Van egy végigjátszások 2 panel.
Múlt héten játszottuk végig, lemaradtál szegény. Szombat este játszottuk végig az összes DLC-t egyben. Azt mondja, hogy lézervágó. Ja, szombat este volt, sajnálom. Hogy szoktunk-e zuhanyozni? Szerintem muszáj, mert a só különben nagyon szétmarná a testünket. Biztos itt is van ilyen probléma. Nézzünk csak be ide. Még egy ajtó van bent. Jó, ezt még kinyitjuk, aztán megyünk levegőért. Van egy rádióhívásom. A Kyklopson van. Vagyis a Kentauron van rádiónk. Mi a fene? De miért hívnak? Jó, akkor kinyitottuk a második ajtót. Megyünk levegőért azonnal, és mindjárt leúszunk annak a mélyére, megnézzük, hogy mit találunk oda bent. Nem pucérantója van rajta buvárua? Van, van, igen, 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 és ráadásul sugárvédő és mindenféle ólomcucc. Tehát itt mentünk be. Erre. És itt mi van? Tápanyag rúd, az jó. Az nagyon jó. Világítsunk egy picit. Ez egy ajtó, amit nem tudunk kinyitni. Csákjázó kar töredék. Ez egy adattároló. Kyklopsz hanglokátor fejlesztés. Nagyon jó. Akkor most a tengeratjárunkat tudjuk így majd ezzel fejleszteni. Ez mi? Oh shit, már megint el fogunk tévedni, és hogyha megfulladunk, akkor nagyon mérges leszek. Jó, még egy ajtó, amit levágunk gyorsan. 7-8 atmoszféráig képes normál körülmények között elműködni az emberi test. Ezen a nyomáson nitrogén már narkotikumként működik, nagy mértékben oldódik a vérben. Csillapítják csökkentik különbözőféle keverékű palackokkal. De komoly, nem semmi. Hát egy csomót tanulunk ma tőletek, nézd meg. Ezt nem lehet kinyitni, azt hiszem. Jó, gyorsan nézzünk körül. Épegető csákjázókar, ezeket már ismerjük. Ezeket 78 az oxigén, azonnal mennünk kell. Lazán el tudjuk veszíteni a tájékozódó képességünket. Itt mentünk ki, és jó. Össze-vissza kell ide lent forgolódni. Azok milyen lények ott? Azt hiszem, hogy érkezett egy rádióhívásunk. De nem tudom, hogy van-e itt bent rádióm, vagy azt ki kell telepíteni, meg kell építeni. Itt már csökkentik az oxigénbevitelt, nitrogén termelés a szervezetben ne legyen drasztikus. De komoly. Órákig tudnál erről mesélni? Te egy tapasztalt búvár vagy esetleg? Szoktál ilyesmivel foglalkozni? Kyklopsz fejlesztő fabrikátor, hanglokátor fejlesztés, magnetit kell ehhez is. Mindenhez magnetit kell, tűzoltórendszer, rendszer kristálysodat kén. Lénycsapda fejlesztés, megnöveli a Kyklopsz lénycsapda kapacitását. Lítium aerogél, aerogélt még nem csináltunk, ez hőerőmű modul, kianit, olyat se láttunk még soha. Milyen dolgokat kell ebben a játékban lootolni, hihetetlen. Azt hiszem, hogy itt nincs rádióm. Pedig amúgy ebbe a helyiségbe lehet, hogy tudnék is egy-két dolgot csinálni. Nézzük meg beltéri moduloknál. Például fali tárolót. És megengedi. Ne csináld. Ez nagyon jó. Csináljunk azért egy-kettő fali tárolót, jó? Legalább. Töltőállomás. Akkor lehetne belülre csinálni energiacella töltőállomás. Na ne. És akkor miből veszi ki az energiát? A hajó saját energiáját használja arra, hogy újra töltsön elemeket? Imádom az óceánokat, az élővilágukat. Nem csodálom egyébként, nagyon-nagyon érdekes. És ez a játék szerintem külön nagyszerű emiatt, hogy azért az űrről már egy csomó dolgot tudunk, viszont olyan játék, amiben a tengerekben úszol, azért az ritkább szerintem. Hát, merre van az arra? Ez a vége.
Emelkedünk. Bár el lehet menni talán. Előre itt még, aha. Csak nagyon necces. Nyugalom, nyugalom, elférünk. Milyen sokan vagytok tényleg. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt van ma este, remélem, hogy jól érzitek magatokat. Rendkívül érdekes ez a mai epizód a játékban. Egy picit még lejjebb megyünk, 376 méteren vagyunk. Itt fogunk leereszkedni. Ó, szegény. Haha, és hogy úszott? Vagyis hát már meghalt. Tök jól felkelti az érdeklődést ez a játék az óceánok iránt. Igen. Igen. Van egy nagyon érdekes infografika egyébként a neten, ami úgy néz ki, hogy browserben elkezdesz görgetni lefelé, és kiírja, hogy hány métert görgettél lefelé, és hogy ott milyen állatok találhatók, és hát nagyon-nagyon durva. Tehát, hogy ilyen 100 méter után is nagyon durva dolgokat lehet látni. Ezt megnézhetitek egyébként, meg lehet keresni. Itt egy óriási szakadék van. Belépés az ökológiai halálzónába, jelentés hozzáadva az adatbankhoz. Menjünk visszább. Ökológiai halálzóna. Itt valami baj van. Ez azt jelenti, hogy itt már nem élnek kint állatok? Hát ez durva. Nézd, itt mindenféle fémet találtunk. Engedjük ezt el, motor leállít. Egy-két fémet láttam. Lehet, hogy nem érdemes amúgy kijönni, de én azért ezeket a dolgokat összeszedem, hogyha már... Lehet, hogy itt vannak ezek a magnetit, meg ilyen dolgok. Nem lehet, hogy elérted a pálya szélét, de szerintem igen. Szerintem az lehet. Szerintem nagyon könnyen meg lehet. Ez mi volt? Valami megtámadott? Nem, itt is csak rézérc, meg ilyenek vannak 430 méteren. A teleportáló vadállat azt meg akar támadni. Egy picit menjünk, picit nézzünk körül itt is, jó? Ki tudja, hogy mit találunk szerte szét, szóródva ide lent. Hát rubint az van, abban rengeteg van. De abból amúgy otthon sincs már hiányunk, úgyhogy azt annyira nem... Titán, hagyjad már. Annyira nem erőltetem ennek a gyűjtését. Hát, nem sok semmi, amit itt találok. Abszolút. Nem sok semmi, aha. Lehet, hogy tényleg a pálya szélén vagyunk. És ilyenkor, hogyha kimész, meghalsz. Nem megyünk ki. Azért a két rubintért meg nem érte meg leállítani a motort. Na jó. Az a baj, hogy nincs semmilyen tájékozódási alapunk azon kívül, hogy merre van a bázis, ugyebár. Ami most vissza van, 2000 métert jöttünk el. Visszamegyünk az Aurórának a hátsó részét kicsit megkutatni, ahol azok a hihetetlen nagy állatlények laknak. Ilyen kaszásoknak hívják őket, és egyébként rendkívül agresszíven léptek fel ellenünk. Nézzünk kamerákokat. Ez torony? Aha, ez a fenti kamera. Ez a lenti kamera. Ez a kettő van, fent és lent. Három van. Ez... Aha, ez pont mögöttünk van. Ez nagyjából van előttünk, akkor... Miért van itt egy ekkora szikla? Wow. Itt lejjebb lehet jönni? Szerintem itt lejjebb megyünk. Óvatosan, óvatosan. 365 méter, akkor annyira nem vagyunk mélyen mégsem, de itt viszont lehet, hogy úgy lesz. Aha, itt lentebb lehet jönni. Itt voltunk az előbb, nem? Ezen a helyen kb. Itt tereszkedhettünk le.
Szia Blair, jó éjszakát és köszönöm, hogy itt voltál. Az mi? Az mi a franc? Olyan, mint egy hatalmas pók, láttátok? Miért kell megint folyadékot bevinnem? De rossz, akkor viszont haza kell mennem szerintem. Ide fogunk csinálni egy fabrikátort, amivel tudunk magunknak rengeteg... Sőt, azt mondhatom, hogy most megejtem. Engedjük el? Jármű támadás alatt? Akkor mégse. Bocsánat, akkor megyünk. Valami támad minket. Jól van, Bloodin, köszönöm, hogy itt voltál. Jó pihenés neked is. Jó, valami még mindig támad. Szerintem az a lény, amit ott láttam, nem tudtam megállapítani, hogy milyen lény az pontosan, de nagyon agresszív, és nagyon követ, és jön és csinálja. Belső burkolati sérülés? Na ne csináld! Nézd, lejjebb ment a hajónak a HP-ja. 1200 méterre vagyunk a bázistól. Felmegyünk szerintem egy picit feljebb. Megnézzük, hogy nagyjából merre járhatunk. Nem is tudom, hogy milyen ha itt vagyunk az Aurora mögött, akkor jól tippeltem. Szóval azt nem tudom, hogy milyen gyorsan szabad feljönni ilyen mélységből tenger alatt járóval. Erről tudtok valamit? Lehet, hogy majd, hát mondjuk nem tudom, hogy meg tudom-e javítani így belülről, de biztos meg lehet javítani valahogy. Egyre közelebb vagyunk. Nagyjából most járhatunk ott, ahonnan az a jelzés jött, nem? Itt leviatánok úsznak a vízben. Engedjük ezt el? Eljöttünk idáig, amúgy innunk is kell vizet. Tápanyagrúd. Inkább rendes ételt tegyünk most. Azt mondja, hogy szeretnék csinálni egy fabrikátort. Titán, arany, táblakoral minta. Táblakoral mi... Ömlik be a víz? No! Úristen, javítóeszköz. Nem lehet javítani így innen? Valahogy, valamit? Hogy lehet? Úristen, ömlik be a víz. Hogy lehet javítani? Jaj, ne! Ez nem jó most nekem, ugye? Lehet, hogy kintről kell. Olyan mélyre mész fel se, gyere! Kívülről megpróbáljuk javítani a hajót. Aha, látom már a bajt. Az igen, igen, kemény lyukak vannak a hajótesten. Valamik bántani akarnak, úgy hallom. Oké, talán sikerült megoldani. Itt még fent esetleg valami. Nem, meg vagyunk, oké. Szia, Vulagár, üdvözöllek, hogy vagy, mi a helyzet? Nézzük meg, hogy minden rendben van-e. Van nyomás kiegyenlítés? Lehet, én nem tudom. Ezt is el fogod rontani. Milyenek vagytok? Nyomok egy mentést csak miattatok. Motort leállítottam? Nem, jó, mehetünk. Éjszaka van közben. Itt vagyunk az Aurora mögött, hatalmas nagy bolygó úszik el az égen. Mint hogyha annak a hóegye lennénk olyan. Bár most hátrálok éppen, nem, merülni akarok. Nincs elég vizem, nincsen fabrikátorom, táblakorral mintát kell, áú! Szereznem. Tervezett Degas élőhely 450 méteren van lent, oda megpróbálunk lemenni. És egy táblakorral, mintát is. Ott vannak azok a lebegő lények, várjatok. 89%, oké, mehetünk. Amiket be kell gyűjtenem, megígértem. Az a baj, ezt nem ehetem meg így nyersen, mert nem ad vizet, de szomjan fogunk veszni. Táblakorral mintát, hogyha találok, akkor csinálunk fabrikátort, csinálunk rengeteg vizet. Azonnal táblakorral mintát kell gyűjtenem. Talán találok ide lent. Kés kell a kézbe hozzá, mehetünk.
Buborral is mehettem volna, táblakorral. Ilyen vörös szokott lenni. Itt vannak a kis sodródó lények, amiket haza kell vinni a bázisra majd. Csülinek megígértük. Rengeteget találtunk belőle. Itt van egy elsüllyedt élőhely. Figyelj, csak vészhelyzeti energia működik. Jó, nem baj, nem baj. Az a lényeg, hogy a... Nem lehet, hogy van bent víz. Egy tábla korral mintát tudjak venni valami alapján, vagy valamiből. Hogyha nem találunk, akkor halottak vagyunk szerintem. Szomjan fogunk veszni. Jó, nincs. Oké, megyünk haza. Bocsánat, gyorsan, sietve. Ez nagyon nagy hülyeség volt most tőlem. Egy kicsit lehet, hogy... Tudod mit, itt hagyjuk a hajót, és elmegyünk buborra. De nem. Az se jó, hogyha buborral megyünk, mert... Hogyha itt hagynánk, nem tudnánk, hogy biztonságban vagyunk-e. És furizzunk azonnal haza. Mindjárt hidratálunk, bocsánat. Kaptam egy csomagot, mély csodás kezem munkája érkezett, baromi menő polót csinált nekem, érkezett már egy menő vászontagyok. Ez nagyon komoly. Ez nagyon komoly. A gondolat mutasd majd meg nekünk, hogyha szeretnéd a Discordon. Mindenféleképpen érdekel, hogy miféle pólót kaptál. Nagyon jól hangzik. Örülök az örömödnek. Tenger a gyárokon van légzsiliprendszer, pontosan azért, hogy meglegyen a nyomás kiegyenlítés. És a légzsiliprendszer az felfogja itt a problémát. Kamerát nézzünk. A Degaszi élőhely az ott van lent, de nekem meg táblakorral minta nélkül... Hát olyan, mintha egy úszó koporsóban lennék. Nagyon távol, sajna. Az otthonunktól. Az táblakora? Nem, az nem ilyen, az piros, vöröses szokott lenni, ugye? OMG. Otthon biztos, hogy van, de... Nekünk az otthon most egy kicsit messze van. Mi? Miért nem tudtunk feljebb menni? Elnézést, lehet, hogy elértük a maximális magasságot. Ott van a táblakora, megtaláltam. Engedd el? Spuri van. Meg lesz. Valaki bántja a hajót, de most nem érdekel minket. Ez az, ugye? Ez lesz az. Vegyünk fel annyit, amennyit nem szégyellünk. Mert ebből szerintem még... Jó, meg is vagyunk ezzel. Esetleg még itt fémtöredék nincs. Hányat vettem fel? Amikor hányat, akkor ne vegyem fel, tudom. Na jó, egy fabrikátor. Az már biztos, hogy lesz. Vízünk az van így. Nagyon gyorsan megy le a víz most valamiért. Falitároló is kellene. Fabrikátor. Ott van. Ide rakjuk hátra. De mekkora király ez, azt a mindenit. A tenger alattjárónkon belülre tudunk csinálni dolgokat. Hát ez... Wow. Tenger alattjárók nyomás kiegyenlítővel vannak ellátva, oxigén generátorokkal, légtisztítókkal, ezért ott annyira nem viseli meg annyira a szervezetünket. Próbálják bennük felszíni nyomást tartani, elméleti síkon, ha jó az emlékezetem. 1,5 méter per szekundum. Ez nem tuti, technika fejlődése változik. Hát az biztos. És ott van a rengeteg víz. És ott vagyunk megint. Mekkora jó. És mi történne, hogyha itt szétdobálnám a dolgaimat? Nem lehet ki? Aha, nem engedi. Jó. Kellene találni valahol. Mindjárt elmegyünk buborral. Hülye vagyok, nem állítottam le a motort, mindegy. Az egy kicsit necces lesz majd a dokkolás. Emlénk buborral keresünk titánt, hogy lehessen falitárolónk, és akkor lényegében benne is maradhatunk a hajóban, tehát meg is van. Csináltunk vele többet is. Rézérc. Tehát nem kell, hogy elhagyjuk, ez amolyan második otthonként funkcionál ez alapján tényleg. Ezüstérc is van.
És itt pedig rengeteg mindent lehet találni. Azt szerintem megint csak fémot előttem. Bioreaktor töredék. Abban titán van. Nagyon jó. Ebben mi van? Lézervágó, ez is titán. Hány titánom van? 2. Az normális? Nem tudtam felvenni többet? Akkor tényleg normális. Akkor viszont ennem kellene, nem? Tápanyagrúd még van nálam. De az nagyon sok kaját ad vissza, az 75-öt visszaállít. Aha, rádiót is kellene beüzemelni. Hol van bubor? Így van. Dokkolunk. Rendkívül király. Esküszöm, rohadtul élvezetes. Egyik hajóból a másikba. Nyomulni. Vészhelyzeti energia működik csak odabent, oké. Okay. Megjegyezve. Viszonylag gyorsan tudnak emelkedni a tengeralattjárók. Aha. Nagyon-nagyon király ez. Köszönöm szépen itt az információkat. Az a Red Bull, annyi érdekességet mondasz nekünk. Szeretnék adni neked pontot. Esetleg valaki egy 50 pontot tudna adni Hun Red Bull számára? Rádiónk is lehetne. Hát azt is építek, persze. Abban a pillanatban. Ide. Inkább itt, nem. Wait. Lehet, hogy inkább ide bentre kellene. Köszönöm, Sebi, nagyon kedves tőled. Itt lesz egy rádiónk. Mit akarnak mondani? Második mentőkabin koordináták mellé kelve túlhaladtuk a biztonságos merülési mélységet, kifogyóban van az oxigénünk. Felúsznánk a felszínre, de az 500 méterre feltünk van. Ha elindulunk, a találkozási pont felé jelzünk vége. Oké. Okay. Helyi koordináták letöltve a PDA-ra. Jó. Mi az, ami még kellene? Palitárolóból kellene 2. Ja jó, azt csinálunk. Van még titán, csak nem olyan formában. Gyorsabb, mint Kratos, ez igen. Szép. Szkenner már több nem kell. Rendes tárolókat szeretnék. És akkor azt úgy kellene elhelyezni. Egy kicsit bénán tudom. De akkor az így lesz. Kvarcom nincs. Mert ennyi eszem van azért. Hány titánom van? Még van bőséggel. Akkor 2 csinálunk. Azért csinálom ezt így. Elmozdultam, ugye? Nem látjuk, hogy már a kéket kell figyelni. Azért csinálom ezt így. Hogy több helyre tegyünk szert. Nem mozdulj. Oké. Oda. Oda. Aha, ezek így elég közel vannak egymáshoz. Nagyon jó. És nagyjából párhuzamban. OCD-sek most kielégültek. Menjünk le, hozzunk kvarcot. Buborral kellene mennem, az igaz. De most anélkül fogunk leereszkedni. Hozzunk be kaját is. Ott van a kukucskáló, pont az, amiből rengeteg kaját szoktam előállítani. Jöhet még a víz. Újak hal formájában. Ez hogy megindult? Hogy megijedt a kis kukucská? Eszköztár megtelt. Együnk meg egy... ígyunk meg egy vizet. Együnk meg egy tápanyagrudat szerint. Bár az lehet, hogy vészhelyzetre lenne a jó. 2 kaja. Miért van nálam ennyi minden? Lehet, hogy buborba bele kellene tenni egy-két dolgot, nem? A gravi csapdát, az mindenképpen lehet, hogy érdemes lenne. Jó hülye vagyok, bocsánat, hogy ilyen kevés inventory space-el jövök ki mindig. Rossz érzés közben dolgozni? Na, csak nem dolgozol. Nem hangzik jól. Mit akartam? Bubort. Oké, ennek van egy tárolója. Ezt már is áthelyezzük.
A lénycsapdákból túl sokat nem használtunk, egyet talán még beteszek. Táblakorral minta, az nem hiszem, hogy szükséges lesz nekem. Esetleg még rubintból kettőt berakok. Energia cella 1.0%-on áll jelenleg, 1.49%-on. Titán van. Jó, ennyi elég, menjünk gyorsan kvarcért. Hát inkább buborral menjünk kvarcért, az gyorsabb talán. Vizsgáljuk a felszínt, hát ha valahol volna. Ott van egy, kettő, nagyon jó. Ha, gyere ide! Vízhal. De jó, és akkor lesz a tárolókba. Kettő darab kell. Titán. Lesz bele kvarc, arany. Rézérc. Titán. Nagyon jó, mindent is fogok tudni építeni. Ólom is van. Ezüst is van. Itt meg fel lehet menni a felszínre. Na jó, vigyünk még kvarcot. Minden, amit összegyűjtünk most, azt be tudjuk rakni amúgy is a tárolókba, amiket felépítünk, úgyhogy kárba nem fog menni. Eszköztár megtelt. Iha. Hát akkor ennyi. Rézérc az most itt marad egy picit, még várat magára ez a... ennek a felvétele. Hihetetlen halak támadják bubort, úgyhogy gyorsan vissza. Azonnal megyünk dokkolni. Szia Jani bácsi, üdvözöllek, mi a helyzet, hogy vagy? Mehet az építkezés. Mekkora jó! Ez itt középen jó is lesz, mert nem nagyon van útban. Jobbra-balra azért el lehet menni mellette. És akkor már is az egyik tárolóba behelyezhetjük az olyan dolgokat, mint az ólom, a kvarc, arany, ezüstércek, rubintok. Nagyon-nagyon-nagyon király. Fabrikátorban meg lehet gyártani mindenféle élelmiszert. Kukucskálókokat leginkább. Űrkutatás, kvantummechanika, ettől is jobban lekött, egy szekrényi könyvújság. Az nem semmi. Nagyon-nagyon jól hangzik. Azok olyan tudományok, amik szerintem az átlag embert annyira sajnos nem foglalkoztatják, pedig egyébként rendkívül érdekes dolgok ezek. Kárba nem fog menni, 5 másodperccel később eszköztár meg, tehát jó van. Milyenek vagytok? Buborból kivesszük a nyersanyagokat, most amit az előbb behelyeztünk. Mert most már van tároló, amibe át lehet rakni. Meg egyébként. Nézzük meg, hogy hol állunk. Itt van valami rendszer vészhelyzeti módban. Jó, az Aurora mögöttünk van éppen. Ott lent van mentőkabin, ami lesüllyedt. Degaszélőhely 350 méter. Mentőkabin 500 méteren, VMT kabinja 500 méter mélyre süllyedt, mielőtt elhagyta volna. Azt is meg kéne nézni, 1800 méteren van. 23 óra 19 perc, szerintem még van arra elegendő időnk, hogy ezeket megejthessük. Ebben titán van rengeteg. Ki tudom venni a titántól? Aha, van. Van elég inventory space. Ezeket szeretném átkérni. Ezek itt mind jó helyen vannak. Táblakorral mint a savgombát szerintem viszünk be egy párat. Páros számút, akkor még egy darab kell. Mert ugye ebből meg elemeket tudunk majd csinálni, ugye? Több dolgot is meg kell vizsgálni jelenleg. Nem csak azokat az élőhelyeket, ahonnan a rádióhívásokat kapjuk. Szevasz Petyka, üdvözöllek. De még azon kívül az Aurórának a hátsó részét. De menő, hogy itt a tenger hullámzik. Wow. Pakoljunk ki. Ebbe mehetnek az értékesebb nyersanyagok. Azaz, hogy fémek. A másikba, meg akkor menjenek az ilyen savgomba, táblakorral és egyéb. Hát talán még egy kaját gyárthatnék. Lassan alvás, jól van elmondó. Köszönöm, hogy itt voltál, jó pihenést kívánok neked. Mi van még nálam, amit ki kéne ide rak? Ja, a fém hulladék persze, a titán. Ebből még több mindent tudnék építeni. Ide bentre.
Jó van, Tomi, köszönöm, hogy itt voltál. Örülök neki, hogy jól érezted magad. Jó pihenést kívánok nektek. Sziasztok. Megvan mindenünk. Szerintem az aurórát nézzük meg előbb. Megy a motor, 82%-on. Jobbra van az auróra. Itt volt valami bázis, nem? Itt valamit láttunk, hogy... Oké, mindjárt neki megyek valaminek. Hogy valami vészhelyzeti energián működik jelenleg. Erre megyek éppen, jó. Ennek a roncsa lehet talán? Nem tudom, hogy ebben voltam-e már belül. Hát, ehhez ki kellene szállni. Engedjük el. Szerintem buborral a leggyorsabb kiszállni amúgy. Ez lehet, hogy így van kitalálva, hogy ezzel kell lehető leggyorsabban elhagyni a... Úristen, hány halat meggyilkolt? A hólyak hal meg? Halt? Nem még él, oké. Bántják a hajókat? Ki van nyitva? Ez némileg zavaró. És ez ki van nyitva, akkor be lehet úszni, nem? Jó. Nem gáz. Itt még oxigérünk is van jócskán, úgyhogy itt annyira parázni nem kell. Itt nem lehet bemenni. Itt be lehet menni. Nagyon jó! Itt van egy PDA. Degaszi legénységi nyilvántartás. Itt van Torgálnak a vigyúja. Javítóeszközzel meg lehet ezt csinálni. Nézzük a javítóeszközt. Engedd el! Engedd el! Megjavítjuk itt a kábeleket és ki tudjuk nyitni majd úgy az ajtót is. Aha, ott... be fogok úszni? Jól látom. Semmi szkennelhető, akkor beúszunk ide. De itt meg semmi nincs bent, akkor ezt miért csináltam? Nehezen hiszem, hogy egy olyan szobába léptünk be, amiben nincs semmi. Érdekes, de... Gravi csapda töredék. Azt hiszem, hogy abból szerzünk titánt, így van. Semmi más. Nem, ez ennyi volt. Hát igen, mert amúgy is ez a kis szoba, persze hova mennék már belőle tovább. Hihetetlen halakat hallunk a környéken. Vegyünk fel egy kis vizet. Kaját. Vizet. Wow! Na jó, de nem hiszem, hogy lemerészkedünk a hajóval. Elég kemény hőmérsékletek játszanak odalent. Rézérc jöhet, mindig jöhet. Titán, nagyon jó. Valamennyi oxigénünk is maradt, ott van még egy hal. Jó, kajánk van, vízünk van, nem nagyon kell félni semmitől. Apá, bocsánat, neki mentem egy picit. Gyere ide, megvan. Jó. Ebből most megint fogunk tudni vizet tárolni. Hogyha gyorsan elkészítjük a rengeteg dolgot, amire szükségünk van. Inkább a vizet tároljuk, mint a hólyaghalakat. Nem tudom, ezek kipusztulnak egy idő után, ezek kiszáradnak a zsebedben. Lesz, rendesen vízünk, az nagyon jó. Csinálunk egy főtt kukucskálót. És abból még van... Úristen, mennyi vízünk lett hirtelen, de jó. Régi főtt kukucskáló, azt megettem. Ez remélem nem rohad el itt nálam. Egy darab kukucskálónk van még, jó. Elpakolunk akkor mindent ide, ebben vannak a nem feltétlen szintetikus anyagok. De ezt talán magamnál kellene tartani. Na jó. Vízből rakjunk be, szerintem így. Kukucskálót berakhatjuk. Titán a másikba.
meg a réz is. Mekkora király ez a game? Hát esküszöm, nem számítottam rá soha, hogy ekkora örömet fog szolgáltatni nekünk. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik. 78%-on az energia. Megindulunk akkor megint, megnézzük, hogy hol vannak az Aurora roncsai. Előttünk vannak, jó helyen járunk. Akkor mehetünk előre, kamerára átkapcsolunk. Nagyjából már értem ennek az egésznek az irányítását, hogy hogy kell használni a Kentaurt, hogy kamerával néz az ember, miközben nagyjából elnavigál, figyelembe véve a hajó méreteit. Úristen, elütöttünk egy halat. Az meghalt. Mentőkabin tengerfenékre süllyedt. Egy van ott. Az meg a VMTU. Oké, először is nézzük meg azt, hogy az Aurorába be tudunk-e menni. Ja, meg itt vannak a kis sodródó lényeink, amit megígértem, hogy hazaviszünk. Na jó, hazaviszünk szerintem annyit, amennyi csak befér. Nem megyünk végig az egész hajón, buborból fogunk kilépni. Tengeratjáró energiáját mivel töltöd? Amivel, hogyha lemerül, akkor nagy bajban vagyunk. Aha. Nem, amúgy izével. A bázisunkon van egy töltőállomásunk. Ezeket elvisszük haza, pont a bázisra majd. Ekkora leviatán úszik felettünk. Még egy víz mindig jöhet, nem? Nem, ez holthal, akkor nem. Itt vannak. Kis sodródó lények. Badámc. Nézd. Mennyi ilyen kis szivacsot veszünk fel. Mennyit viszek? Ó, még jöhet. Otthon soha nem lesz ebből elég. Jó, szerintem mindent felvettünk innen, amit lehetett. Mindegyik nálunk van. Milyen kire legyen a kék fénye van a tengeralattjárónak, meg ilyen fehér. Mondjuk mind a kettő tengeralattjáró. Bocsánat, egy kicsit beleütköztünk. Ezekkel tartod a bázist? Igen, így fognak lebegni. Ja, mit akartam? Kipakolni őket a tárolóba. Remélem nem fognak elrothadni odabent. Ígyni. Nagyon jó, egy vizet megiszunk. Öt kukucskálót még nem kell megenni, mehetünk tovább. Minek ennyi? Csak hülyeségből amúgy. Semmi indoka nincs annak, amiért ennyi... Ilyen az mi? Az mi? Ja, a Leviatán elúszik mellettünk, jó, bocsánat. Szóval semmi indoka nincs. Itt van már Süni? Itt van már Süni. Jó estét, igen. Most tettük össze neked a rengeteg és brutális mennyiségű rágóhalat. Végre megtaláltuk a forrást, ahol ezek éldegélnek. Itt nagyon sötét van az Aurora mögötti részen. Hát... energia visszaállítva elsődleges rendszerek elérhetőek az élőhelyen. De melyiken? Az mi? Az mi? Az valami... hát az valami. Nézzük meg, hogy mi az. Tök jó, hogy ilyen gyorsan indul minden. Nem kell várni, amíg a tengeralattjárót beindítjuk, hanem... mehetünk és szkenneltünk. Kyklops hajtómű, ja, jó, ez már megvan. Hát ezt keresik a múltkor olyan lázasan és órákon keresztül. Itt vehetnénk fel titántot. Jöhetne egy kis kvarc még oda. Még több. Még egy hajtómű töredék. Helyből meg is örült, na tessék. Téged nagyon könnyű ám boldoggá tenni. Vegyünk fel... Istenem. Milyen vészhelyzeti energiám működik? Milyen élőhely? Miről beszél? Ez itt egy élőhely? És akkor... nézd! Mi van ebben? Fertőtlenített víz van benne, nagyon jó. Ebben valaki kér... nem hiszem, hogy ez egy élőhely lenne. Nem, itt totál más dolgok vannak. Viszont itt vagyunk az Aurora roncsainak
hátsó részén. Kikapcsoljuk a fényeket, nem tudjuk, hogy honnan fognak megtámadni minket. Ott is van egy láda. Elem van benne, mindig jól jön. Az azt jelenti, hogy akár egy rossz elemet ki is dobhatnék. De az elemeket... Ó, megvan a kaszás, oké, semmi baj. Kicsit nekünk jött, lehetett van rosszabb is. Az Aurora hátsó részén vagyunk, van még oxigénünk. Vegyünk fel mindent, amit csak lehet. És igyekezzünk nem megetetni azt a rohadékot magunkkal. Elemet kell találni. Na hát még egy első segélycsomag, semmire nem való ez. Ez mi? Kiklapsz parancsnoki híd töredék. Mentsél egyet szerintem? Az miért lenne jó? Nem hiszem, hogy most ilyen pillanatban sokat segít. Még egy elemet találtunk, oké, menjünk vissza a hajókhoz, remélem, hogy nem oda ment, mert hogyha szétcsicskítja a Kenta út, megül. Nem, itt van fenn. Jó. Itt fogunk tudni beúszni. Oké, hát kisebb izgalmakban vagyunk jelenleg. Mi az, hogy megtelt? Jó, semmi baj. Megvan a víz. Azt a minden. Jó, nyugalom. Oké, nem evett meg, csak megkóstolt, semmi baj. Jó, benyomtunk azonnal egy izért. Első segélyt ott. Menjünk haza. Bármint buborba, szerintem buborban. De ő is arra úszik amúgy. Nézd. Van én csapdám? És az most oda fogja vonzani? Aha, szerintem az oda fogja vonzani. Jó. Megoldottuk. Kicsit beszaratós volt, de semmi gáz. Vajon elférne az akváriumban? Szép nagy akváriumban. Nád is kezd beficeni a sportszert? Nem, inkább az izgalom, hogy ne halljak már meg, de maga így félelmetes része nem nagyon van. Felszerelést gyárthatnánk? Nem fogok. Nyersanyag. Rengeteg titántot szeretnék. Ja, annyira nem volt könnyű ám találni ilyen izét, rágóhalott, az... Boloskaszakat érzek? Fúj. Tehát jól eldugták azért őket. Régi főt kukucskáló, azt most megesszük. Oké. Egy darab vizet megiszunk. Itt még vannak... nagyon sok vizem van. Jó. Megvagyunk, mentés. Közel vagyunk ahhoz a helyhez. Az mi? Az mi az a sárga, amit ott látunk? Tőlünk bal oldalra valami sárga. Mi? Menjünk oda? Az nem a jeladó? De! Az a lénycsapdám, oké. Nagyon félek oda menni a nagy tengeralattjáról, mert ha szétcsicskítja, akkor megőrülök. Lehet, hogy kirakunk még egy lénycsapdát majd. Nagyjából itt lehetünk az Aurora mögött, már támadás alatt vagyunk. Oké, megtámadott minket. Mögöttünk van. Na jó, a buborral fogunk idejönni. Miért vagyunk ilyen magasan? Az normális, hogy ilyen magasan voltam. Megint támad. Igen, most leghátulról jön. Semmi baj, még jól vagyunk. Hát ki kéne nyomni a lénycsapdát. Miért jön el ilyen messzire? Eltűnt. Belső burkolati sérülés, oké, menjünk ki, azonnal javítsuk meg. Buborral kell menni. Ennyi minden démon! Kéne találnom egy új eventet majd mostanság, már régóta tervezem. Javítsuk meg a hajót gyorsan. Talán a külső részen nem esett sérülés, mármint a felső rész, ott még van egy. Szép nagy lyukakat rágott ide azért. Van még? Nem, jónak tűnik. Oké, itt letáborozunk nagyjából. És mindenünk megvan. Mentünk egyet. Megindulunk. Az Aurórára, aminek a... Itt van pont a hajtóműve. Jó helyen járunk, oké. Az, hogy mi volt az a sárga? Ja, az a jeladó volt. Nincs csapda volt, bocsánat. Jó.
Beúszunk ide, megnézzük, hogy itt mi van. Ide nem lehet beúszni. Csak azt hiszed, hogy be lehet oda úszni. Remélem nem esz meg minket a vadállat. Jó, jó, nyugalom, nyugalom. De kicsit azért meglökött a farkával, semmi baj. Hol a francban vagyok? Bejáratot kellene találnunk a hajó testbe. Már megint ezen a küldetésen vagyunk rajta. Nem egyszerű a dolog. Ide is be fog úszni amúgy. Jó, nincs olyan nagy baj. Szia Pézsma medve. Van hangja? Igen. Élmény volt a stream. Jól van, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó pihenés neked, és kösz még egyszer a rédet. Remélem, hogy máskor is találkozunk. Aztán sok szerencsét itt a Twitch világában. Érdekesen hangzik nagyon az, amit csinálsz. Majd meg fogom nézni én is, mert kíváncsi vagyok, hogy hogy megy. Biztos nagyon szórakoztató egyébként. Jazz Dance egyébként az is tud lenni. Hát, srácok, én nem tudom, hogy... Ez a hely... Az a baj, hogy ez Kyklops hajtómű. Kentaurt ott hagytuk 405 méterre tőlünk. Nem nagyon látok bejutási lehetőséget egyéb iránt. Nincsenek ajtók, vagy ilyesmi. Menjünk erre. Nézzük meg itt mi van. Jaj, megértem, hát hogyha egy időbe esik, akkor persze, nálam is ilyenkor szokott probléma lenni ezzel. Ez egy lyuk a hajótesten? Nem, ez nem az. Ezek nem olyan részek, amin én szeretnék bemenni. A fedélzetre kell lépni, és stabilizálni kell a... A sugárzás, különben itt megfertőz minden élőhelyet, meg minden bajt is okoz. Nem, 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 innen nem hiszem. Szia Báthéz, üdvözöllek. Hát is kacok, ez nem tudom, hogy lesz. Ez egyelőre nagyon nem úgy néz ki, mint ahol tehát így sok lyuk lenne, amint te be tudsz menni. De nem lehet, hogy a szikláról lehet be ugrani valahol? Ott arra biztos, hogy nem lehet. Nem, azt hiszem, hogy már a szárazföldről is próbálkoztam a bejutással. Nope. De legalább jó világos időt kaptunk ahhoz, hogy rendesen meg tudjuk vizsgálni a hajótestet. Köszönöm, hogy megmutattad ezt a játékot, megvettem és nagyon élvezem. Nagyon örülök neki, hogy tetszik. Az nagyon jó dolog. Örülök neki, hogy sikerült valami olyat találni, ami ti is megvesztek és játszatok és élvezitek nagyon. Nagyon jól el lehet vele szórakozni. Én úgy látom, hogy azért ti is kedvelitek ezt a gémet. Én totálisan, tökre várni szoktam, hogy játszhassunk vele. Ezt az oldalát néztem már. Most az a baj, nem tudom, hogy oda hogy lehet felmenni. Ez nem úgy néz ki, mint amin lépcsők vannak. Vagy ajtók akár. Megnézzük itt. Darkest Dungeon-t vetted meg? És az is mennyire egy olyan játék, amit megéri játszani. Hajó szerkezeti integritás alacsony. Borotok és lézervágók használata szükséges lehet. Feltárás folytatása saját felelősségre. A lézervágó az nálam van, a poroltó viszont nincs. Várjál! Mutasd magad, bubor! Van benne poroltó, nem hiszed el! Nagyon jó! Akkor itt lesz a bejárat valahol viszont.
Helyezzük biztonságba a hajónkat. Szerintem megtaláltuk a bejáratot ezek szerint. Felkutatjuk az Aurora roncsait. Szerkezeti integritást pedig le kell valahogy, vagy stabilizálni kellene valahogy. Nehogy még egyszer ránk robbanjon. Hát... Nem tudom. Szálljunk ki? Ez mi? Semmi. Itt fel tudok mászni? Nem. Lehet, hogy jó helyen vagyok, de mégsem vagyok annyira jó helyen. Mint a nagymamák, tudjátok, ők is ezt szokták mondani, hogy lehet, hogy Alzheimerem van, de legalább nincs Alzheimerem. Ez nem... Nem tűnik olyan bejáratnak, mint amire én számítottam. Az esetleg ott? Ez mi? Nem. Nem látok sehol egy ajtót. Menjünk egy szinten föntebb. Mekkora para, nézzünk, milyen hatalmas ez a hajóroncs. Rendesen szétszúrottak a töredékei egyébként. Ott van bubor, ugye? Arra világít. Itt mi van fölöttem? Hát nem, szerintem ez sem az az irány. Ez? Nem engedi, hogy feljebb menjek? Miért nem engedi? Pedig itt nincsen plafon. Jaj, ne mondja már. Ott lehet, hogy felmehetünk volna valahová. Azt mondja, hogy szerkezet integritása alacsony, és közben... Nem tudom, hol mondta ezt, hogy belépés csak saját felelősségre? Ott valami kéken világít, azt nézzük meg. Az semmi nem volt, aha, az csak egy ilyen random dolog. Itt mondta. Ó, Istenem. Nem, itt nem lehet átmenni. És nem fog kiengedni? De megvan, oké. Nagyon szeretnék bemenni az Aurórára. Nem találok bejáratot. Megtaláltam. Itt már különböző lények vették át az irányítást. Az mitől zöld? A kést a kézbe. De mi vagy? Megöltem. Lehet, hogy radioaktivitás által vannak szennyezve. Au. Az beesett, viszlát. Menjél te is lefel a barátod után? Jó. Lehet, hogy nem ezeket kellene csicskítanom, de... De megteszem. Hát ez egy bezárt ajtó, amin át tudunk ugrani. Le tudok ugolni a játékban? Nem úgy tűnik, mint hogyha itt átmehetnék. Honnan vagytok ilyen sokan? Hol ment? Gyere vissza! Hát... Pedig nekem ott kell átférnem valahogy. Nézzünk egy kontrollt. Kell, hogy legyen olyan, hogy guggolás. Nincs. Nem mondod. Lény csicskítor! Ugrás a szó közel és ennyi. Hogy megyek be? Vagy itt kéne átmennem? Menjünk erre.
Jaj, már megint itt vannak. Jó, jó. Nem állok le inkább harcolni, szerintem az a legjobb. Ott átmehetek? Nem. Itt kell felfelé mennünk akkor ez alapján. Ez mi? Szavasz! Te kis szemét. Nem halt meg, de meghalt, jó. Egy első segélycsomag elhasználása. Egy kis vizet akarok inni. 80 majdnem, na jó. Nincs már nálam hal, az 75 kaját rak vissza. Jók vagyunk amúgy. Vészhelyzeti energia működik. Mit találtam most? Ó, oh, még egy első segély, ez kell. Oké, okay, egyre fentebb haladunk, szerintem jól vagyunk. Közeli életformák emésztő rendszerében emberi szövetek találhatók. Megették az embereket a... Ó... Oh. De hisz ez szörnyű. Itt kellene mennem? Au, 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 hülye vagy. Ja, de megmart a kis vadállat. Nem? Jó, hagyjatok már! Hihetetlen agresszívak. És sokan vannak. Ez olyan, mint egy labirintus, és nem találom, hogy merre mehetnénk. Nem lehet, hogy itt valamit... Az, hogy rámugrott. Menjünk erre. Itt valami meg van világítva szándékosan. Lehet, hogy ezt le kéne... Ezt a tizet meg kéne... Hát nem. Nem, mögötte sincs semmi olyan. Nem kéne valahol poroltózni? Hát de, de, lehet. Azért hoztam magammal. Megnézzük azt ott szemben. Nézd, az egy bejárat? Nem, itt nem mehetünk fel. És ha itt poroltóznék, nem lenne jó. Csaba, te mennyire ismered a játékot? Végigvitted már? Én poroltóra gondoltam, de nem igazán. Talán ott esetleg? Hát ezeket már néztem. Itt. Nem. Utálom a vizet szerinted? Nem tudom, hallod. Na jó. Menj már el innen! ...56% üzemanyag. Több kéne. A poroltóból. És ráadásul nem hiszem, hogy jó felé vagyok. Jó, építenünk kell poroltókokat. Ez sajna. Ez itt a... Ezek itt a tények. És nem itt kellett volna bemenni. Franc vigyel. Jó mélyre jöttem, de minek? Mármint, hogy jó magasra másztunk. Szerintem ott lett volna a bejárat, és mégis... Vagy hát mégsem sikerült megtalálni rendesen. Rakjunk egy jelölőt oda, ahol sikerült felmásznunk végül. Annyi eszem lehetett volna. Energia visszaállítva elsődleges rendszerek elérhetőek. Amíg egy mod vagy maga nem mondja. Inkább ne. Ja, te tudod a megoldást? Jó, jó, akkor türelem. Szerintem itt kellett felmászni, ugye? Aha, itt szerintem itt lehetett, oké. Okay. Ide rakunk egy jelölőt, így van. Ilyen a kis csicskát, hogy úszik. De jó, hogy van nálam egy random jeladó. Ez most ott el van dobva? Ez most ott működik? Címkézzük meg. A Aurora bejárat. És ez most itt működni fog mindig? Ha távol megyek, látni fogom? Látni fogom! Nagyon jó! Jó, menjünk vissza a buborra meg a Kentaurra. Nem innen, lentről.
Oké, Kentaurban szerintem csinálunk poroltókat. Ja, meg 23.51 van, szóval lassan vége a mai streamnek. Gratulálok még egyszer. Süni, itt vagy még? El is felejtettem mondani, hogy nyerte egy giveaway-t nálunk ma. Megnyerte a Európa című játékot. Innen is, ezúton is gratulálni szeretnék. Ezen az oldalon hagytuk a Kentaurt. Itt van még! Képzeld el, hogy nyertél ma a giveaway-ben. Úgyhogy stream után elküldöm. Aha, a kulcsot. Igen, igen, igen. Gratulálok neked. Nem ismerem be valami őszintén a játékot, de egy ilyen indie játéknak tűnik, ami ilyen puzzle, és nem is tűnik rossznak szerintem. Gravitáció elég furcsán működik benne, tehát így falonmászás, plafonommászás, így kell megoldani ilyen 3D puzzle-öket szerintem. Elég király. Ott van a jeladónk. Mennyire király, hogy van egy... Wow! Ez nagyon tetszik, hogy ilyeneink lehetnek. Legközelebb meg kell néznünk a VMTU kabinját, ami 500 méter mélyre süllyedt. És... tervezett Degaszi élőhelyhez nem tudom, hogy miért világít még mindig. Amúgy itt hazafelé grebbelni kellene egy-két dolgot, nem? Persze. Miért hagynám itt őket? Ki tudja, hogy mi kell majd a poroltóba például. Titán meg Razerc mindig jól jön. Quarc is jöhet, hogyha üveg kellene valamihez. Ott is van rengeteg titán. Megpakoljuk magunkat rendesen. Energia továbbító töredék. Ilyet még nem láttunk. Energia továbbító, de jó. Solera kódás, ezzel fogunk kaját majd eltenni későbbi használatra. Razerc, eszköztár megtelt meg. Vizet most nem iszunk, kaját most nem eszünk. Ez van. Mondjuk a réz az talán ritkább, mint a titán most az a mennyiség, ami nálunk van, úgyhogy így megyünk vissza. A Kentaurra. Kérem, be tud állítani, melyik eladó jelezzen. Jaja, azt láttuk, igen. Aki már kisegített valamelyik este ezzel kapcsolatban. Jó, nem vezetünk haza, viszont eljövünk szerintem a Kentaurral ide a bejárathoz. Sokkal többet kell készítenem. Itt meg táblakorallok vannak lent. Sokkal többet kell készítenem a poroltókokból, hogy... milyen agresszív az az állat. Hogy mindenki is boldog legyen. Ránézünk közben a hajóra, de szerintem nincs rajta sérülés. Csak nem bántották, amíg itthon maradt, nem? Nem, nem bántotta semmi. Ez egyébként elég nagy parafaktor, hogyha ott hagyod valahol a Kentaurt, akkor valaki megbántja, amíg te nem vagy otthon. Az a fejlefelés, amit tegnap néztünk? Igen, 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 pontosan azt ma sorsoljuk ki, vagy sorsoltuk ki, mert... tegnap már nem volt idő, meg csak heten voltatok benne, ma már azért tizen is, úgyhogy... Így mindig jobb, hogy egy nagyon picit nagyobb a verseny. 10 személy alatt nem szeretek giveaway-ezni, de 7-nél szoktam meghúzni a határt. És akkor így most így végtére is sikerült. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki beszállt, aki nem nyert, az pedig ne aggódjon. Lesz még lehetőség. Kvarcot hoztam, ugye? Csinálhatnék még egy tárolót. Ja, meg le kéne aha, jó, értem. Le kéne rakni otthon a süni halat. Ez ide. Aha. Egészen egy vonalban vannak. Nagyon jó. Annyi, hogy hát magasság szintkülönbség van, de az minket annyira nem érdekel. Megtöltjük titánnal. Utolsóban meg mindent is lehet belepakolni. Elemeket is például elemből, meg részből. Azt hiszem lehetett csinálni a kábelkészletből, már nem is tudom. Lehetett csinálni ugye energiacellákat ez a nagyhajóhoz kell is. És arra vagyok kíváncsi, hogy vajon, hogyha energiacella töltőállomást csinálnék, akkor lehetne belül tölteni? Fejlett kábelkész, az mondjuk drága dolog. Lehetne idebent... van itt egy szoba, ugye? Valahol ez. Tudnék ide csinálni... várjál.
Beltéri veteményest? A tengeralattjáróra? Ne! És akkor lenne örök tápanyag forrás. Ezt nem mondod. És kettő is lehetne. Hát ez marha jó. Szerintem beférne kettő. Lehetne veteményesünk ide bent? Egy tengeralattjáróban? Ez kimerült, ez nullán van. Jó, ezek mind... Ez még 25-ön, oké. Van nálam energiacella feltöltve? 49-en van egy, jó, akkor azt, ami nullás, azt kicseréljük egy 49-esre. És akkor van nálunk 2-0-ás. Nagyon jó. Azt a 2-0-ásosat, azt berakhatnám tölteni. Otthon van 2, ami jó, annak a helyére. Na jó, menjünk haza. Motort bekapcsolva hagytam? Nagyon jól tettem, gratulálok magamnak. Az Aurora bejáratát akkor már innen megtaláltuk. A bázisunk pedig arra van. Tudnék max sebességre is kapcsolni, csak attól félek, hogy ez nagyon lemerítené. Extrém zajszint. Hát amúgy annyira nem meríti, annyi, hogy túl hevül a reaktor. Nyugalom. Szeljük. Oké. Szabványos módban előre. Tűz észlelve. Nyugalom. Megoldunk mindent. Engedd el! Még mindig ég? Már nem. Oké. Most már megtanultuk. Nem szabad túlhajtani a hajót. Oké, értem. Szerkezeti sérülés nem történt, hál' Istennek. Oké. Milyen gyorsan sikerült lereagálni. Még szerencsé, hogy a poroltó a kezemben volt. Hogyha buborban lett volna benne, szinte belülről szétég az egész. Nézd, rágóhalak ott is vannak. Itt egy ragadozó állat. 200 méter, kamera 1, kamera 200. Otthon vagyunk, megérkeztünk. Kicsit feljebb jövünk, mert itt azért elég sekély a víz. És jobbra van a bázis, ha minden igaz. Megint leparkolunk, most már akkor megvan a bejárat. Ott már ki kell találnunk, hogy mivel kell működnünk. A legközelebbi epizódban. Amúgy ma is nagyon eredményesek voltunk. Én nem tudom, hogy mit csináltunk ma a játékban. Nem sokat farmoltunk, de annál többet felfedeztünk viszont szerintem a tenger alatt járunkkal. Megnéztünk olyan helyeket is, amiket egyébként nem szoktunk. Jó, ide parkolunk le. Buborral jövünk ki. És ezt meg a dogba bevisszük. Állj! Jó, hülye vagyok mi. Nem hoztuk haza. Ah, jó, oké, mindegy. Mindjárt hazahozzuk a... süni alakat. Tango lesz az új otthonod? Hát miután beépítettem, most már itt tényleg. Nagyon király. Ezeket ki, a nullákat be. Olyat lehet csinálni, hogy energiacella töltőállomást építünk bele, és akkor a saját energiájából táplálja vissza az energiacellákat. Ezt megtehetjük szerinted? Újra élni fog a populáció? Igen, nem rakjuk bele őket a bioreaktorba. Ennek az energiaszintje, ennek az állomásnak rendkívül alacsony. Lámpás gyümölcsöt akarok szedni. 10 étel. Wow! Nem mondod. És milyen sok. Jó, sok helyet foglal, de nézd milyen sok van belőlük. És ad vizet is, meg mindent is. Nagyon jó. Együk magunkat degeszre lámpás gyümölcsből. Nagyon menő. Na tehát. Most azért jöttem ki, hogy mindenféle állat testét magamba fogadjam. Nem. A bioreaktorba fogadjam. Ott van ilyen fluoreszkáló, abban biztos rengeteg energia van. Az is hát egy foszforeszkál. Na lássuk. Szegény bulagár meglepődött. Ööööö
Hát... Hol vannak a halak, amikor szükség lenne rájuk? Ti ezt értitek? Hát jó, látom, hogy itt úsznak, de ez nem olyan hal. Itt vannak a kis... Nem, ez megint nem olyan hal. Ez meg túl nagy. Figyelj! Ezt lehet, hogy szétszedem. Tudom, hogy nagyon cuki. Az egyébként, tudjátok, hogy milyen ez a hal? Nézd meg a szemét. Úgy néz rád, ilyen... megvető tekintettel, hogy mit csináltál, te szemétláda, és ez elbúszik. Várjál. Szerintem meghalt. És nem lehet kilútolni? Az baj. Azt egy kicsit elrontottam, bocsánat. Lehet, hogy nem kellett volna szétvagdosni szegény. Ez így nem működött. De hát amúgy milyen megvető tekintettel bámult már ránk. Dolgozgatsz békésen? Az nagyon rossz. Miért dolgozol ilyenkor? Mármint nem az a rossz, hogy békés. Nem, megmondom őszintén, nem is tudom, hogy merre van békés. Egy ilyen hülye hal még jön. Ezek még? Semmi. Jöjjenek kukucskáló, hát ha megfőzzük. Bár ilyenkor már szerintem, így, hogy a bázison van veteményes, annyira nem kell foglalkoznunk azzal, hogy mit főzünk. Ezeket berakjuk a reaktorba, mert otthon energia nélkül eléggé nagy bajban leszünk. És most nem a rágóhalakkal fogjuk feltölteni. Inaktív, na tessék, erről beszélek. Kukucskáló. Vészhelyzeti energia működik, de ahogy is. Na tessék, rengeteg energia. Örökkön áttartó energia. Szerves anyagokat lehet csak berakni. Ennyit rakok bele. Amúgy egy ilyet megehetnék, hogy max legyen a HP. Nagyon jó. Jó, tök jól állunk. Meglepően nagyon jól állunk. Hát, itt ezek nem szaporodnak? Nem akarnak. Hát mondjuk fogságban megértem. Hát rengeteg rubint és minden más is van nálunk jelenleg. Valaki hív a rádión. Alany megsemmisítve. Üzemmód őrjárat. Új célpontok közül eltűnt egy. Figyelem, vészhelyzeti energia működik. Miért? Miért csak egy energiánk van? Még több reaktor kellene, de mi az, ami leveszi? Mi zabálja ennyire az energiát most jelenleg? Ez nagyon fura nekem, hogy itt nem működik a napelem. Töltése nulla, 51%-on van a nap. Nem lehet megjavítani. De karanténa, csak azt akartál, az igen. Szkenner megy? Jézusom, lehet. És komolyan? Lehet, hogy a szkenner. A másik oldalról is bemehettem volna. Szia, Taki közben. Igen, üdvözöllek. Nézzük, megy a szkenner. Állíts le! Energia 0, 1, 0, 1. A szkenner nem. Nem az veszi le. Ez micsoda? Megfigyelő szoba sebesség fejlesztés. Na jó, csináljunk akkor még, bocsánat, tehát ezt még most meg kell tennünk. Kültéri modulok közül energia továbbító, energiaforrás hatótávját terjeszt. Hőerőmű, ahhoz magnetit kell. Napelem, kvarc és rézérc. Ez kell, kvarc és... Akkor kettőt felrakunk, jó? Nagyon zabálja. Hát de látod, nem megy, és mégis. Most kezdett el feljebb menni egy picivel az energia. Lehet, hogy süt ki a nap? Nem, most megy le a nap. Jó, nem baj. Kvarc 2, rézérc. Titánból van nálunk 4, kvarc 2 kell. Rézérc 2 kell. Kvarcot a kintiben tárolom, ugye? Van itt elem, rengeteg titán, itt van a kvarc. Azt hiszem, hogy ebből kellett 4. Jó. Pont meg vagyunk.
Nem tudom, hogy ez a napelem mennyire ez hatásos, de megpróbálkozunk vele. Építünk ide is. Megvan. Meg ide is. Megvan. És most már mehetünk a halakért talán. Hát lehet, hogy be fognak férni. Ha nem, akkor egy ilyet még megiszunk. Na lássuk. Hát reménykedem benne, hogy ez így rendben lesz. A Kenta úrnak is zabálni fogja szerintem az energiáját itt a fénykibocsátás. Szevasz Red Bull, jó éjszakát, köszönöm, hogy itt voltál. Mindenkinek jó ét, aki elment közben. Azt mondja, hogy motor leállítás, 78% fény kikapcsol. Jó. Meg vagyunk ezzel is. De menő, hogy most már itt is lehet csinálni minden. Esküszöm, ez az egyik legkirályabb része a játéknak, hogy az ember tudja fejleszteni a... Ja, meg vizet vegyünk magunkhoz. A bázisokat, meg mindent is. Tenger alatt járót fejlesztünk, mekkora király. Wow. Na, let's go. Süni, hova szeretnéd a sodródó lényeket? Telepakolhatjuk vele ezt a medencét. Vagy... az obszervatórium... Hát nem tudom, hogy ott megtelepszik-e. Nézzük. Ááááá! Te hülye! Ez mi, megbánt? Normális? Mindenhova! Hát de várjál már, mert amúgy megbántott, amikor kiengedtem. Eldob. Felemelkednek. Ez nem jó. Ez nem jó, mert akkor csak alulról lehet őket... Tudod mit? Hát akkor eldobunk ide néhányat. Ahol termett a lámpa gyümölcs, oda nem lehet. A lámpa gyümölcs? Nem, mert ezek vízi lények, az meg ott a bázison belül van, az elég meglehetősen száraz. Hely. Hát ide néhányat megpróbálunk elereszteni. Mi történik velük? Lehet, hogy bubor majd magával visz néhányat. Tehát akváriumba? Gyertek, srácok? De az akvárium... Na jó, lehet, hogy csinálunk még akváriumot. Tele ezekkel. Na lássuk. De nem engedi beletenni. Bioreaktorban jól éreznék magukat. Nem. Az a rendszer megvolt. Többet nem rakjuk bele őket. Pad. Egyszerű fém pihenő alkalmatosság, ha pihensz, új erőre kapsz. Nem. Tele van? De miért? Hogyha tele van. Vegyél ki belőle? Hát de mekkora? Na várj. Nincsen nagyobb akváriumom? Hát nem. És nagyon drága, mert üveg is kell hozzá. Ó, na várjál. De hova vegyem ki? Ezt el lehet dobni? Egyet kiveszek, egyet berak. Nem. Többet kell. Csak tip. De nem, itt látod, itt egy helyet foglal, akkor bent is egy helyet foglal. Nem változik a mérete. Nem engedi az akváriumba behelyezni. Nagyjából megy fel az energiánk. Hát még esetleg az alap alá, hogy fenntartsák a bázist. Mit szólsz ehhez? Ide szétengedem őket. Így. Na, ez így milyen? Egy kicsit idébb. Szerintem ez a legjobb megoldás. Mit ír róla a PDA? Hát, hogy több lény együttes izéjéből épül össze, és hogy sodródnak, megtelepszenek, úgy élnek együtt. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok kis apró szervezet összetömörülve így vannak szimbiózisban. Boldognak tűnnek szerintem is, hogy fenntartják a bázist. Nélkülük mit csinálnánk?
tök menő, és amúgy szétengedhetjük itt is, mert úgy látom, hogy szétszóródnak nagyjából. Ez még egy tökéletes pozíció. Á, te hülye! Hát még megbánt. Várjál. Ide is még egy-kettőt. És aztán hozunk haza, jó? Tehát az, attól félek majd, egyébként túl sokat engedsz ki. Nehogy az legyen, hogy... Na, 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 milyen? Hát mondjuk még egy 100 darab elférne. Várjál, várjál, várjál. Mindjárt megnézzük, hogy van-e még esetleg itt a környékünkön, de azt hiszem, hogy innen már kipusztultak, hogy hát... Na hát a reaktor megette őket, nem tehetek róla. Amúgy szerintem jók voltak ott. Nekem tetszik. Mint a vészkórus? Na, honnan a párhuzam? Nem értem. Na, na, amúgy innen elnézve nagyon király. Csak hát kéne még ötször ennyi, és akkor egy olyan lenne, mint egy ilyen... mint egy ilyen játszóház, tudod, a gyerekeknek, ahol ilyen rengeteg labda van. Ja, meg azt mondtam, hogy attól parázok, hogy izé egyszer szányra kap. Tehát, hogyha túl sokat raksz, akkor kiemelik a bázis, és akkor itt fog egy ilyen szárazföldi bázisként így lebegni. Hogyha még többet raksz be alá, akkor meg ugye már az is megvan, hogy ilyen hőlégballon. Tehát, mint egy ilyen óriási zeppelin emelkedik fel, és így szállunk majd el egy másik bolygóra megmenekülve innen ebből a vadonból. Ez lesz a terv a következő epizódokra nézve. Figyelj, amúgy most a reaktor tölteléket keresem. Szevasztok. De jó helyetek lesz. Na várjatok csak. Bioreaktor amúgy mennyire egy... Jaj, rátapadt, nézd meg. Nem tudott úszni tőle. Ezt hallod? Ő volt az, akit megöltem. Hogy megállt itt. Se fel, se le. Se élet nincs benne, jól van. Oké. Okay. De még mindig nagyon megvetően néz amúgy. Figyeld. Ő a szarikrája, igen, ő az, aki el szokott úszni mellettünk. Amúgy meg is lovagolhatnák, várjál. El tudjuk tolni a bázisban. Betoljuk a izé bubor mellé. Várjál, várjál. Kicsit nehéz, de nem lehetetlen, úgy. Flegma populáció. Hát nem tudom. Azért akkora írtást nem akarok rendezni, tehát azért belegondolsz, ez valamit eszik. És akkor lehet, hogy benne van, tehát része a táplálékláncnak. Kicsit így rá lehet tolni, nézd. Opa. Ne felfele. De mondjuk az rohadt vicces lenne, ha itt nézne be az ablakon, nem? Várj, de fel. De ne szállj fel. Normális vagy. Menj már le. És így nézne be mindig, megnézhetnénk néha, hogy mi a helyzet vele, hogy van. Ott, nézd. Na, a tengeralattjárót figyelemmel tartja, ő fogja őrizni. Mit szóltok ehhez? Nézd, milyen boldog, hogy kapott egy új feladatot. Fontos megbízatással láttuk el. De nagyon aranyos volt, nézd meg, nézd. És örökre ott fog figyelni. Hát amíg nem jön valami és meg nem eszi. Na. Jó lesz így. Van néhány halam. Reaktor töltelékek. Csak mert elég kevés volt itt az energia a múltkor. Úgyhogy ezeket még gyorsan bedaráljuk. Nem, hát nem bedaráljuk, hanem csak berakjuk, hogy nekik ott jó legyen. Na, hey! Biztos, hogy él az a? Hát... Nem vagyok benne 100%-ig biztos. Mint egy picit megmagdostuk volna egy forró pengéjű késsel. Egy olyat megesszünk, van nálunk még elemből egy csomó, amiből lehet, hogy itthon szét is kellene pakolni mindent, nem? Ez a szintetikus dolgunk, úgyhogy ebbe pakoljunk be. A 0% egyből bemegy. Bár azt tölthetném is. Jó, azt a töltőre feltesszük. Jó. Energiacellák maxon, ezek. Maxon. Nagyon jó. Ha csinálnék még... nem tudom. Fejlett kábelkészlet, az mi kell? Számítógép chip.
Kell táblakora, minta, arany, rész, drót, tehát nagyon sok rész. Mi ez a hang? Csináljunk egy önvizsgálatot? Mert hogy fejlett kábelkészlet kell az energiacella töltőállomáshoz, amiből, hogyha az ember hatot tart bent a izében, a másik tengeralattjáróban, akkor folyamatosan válthatod a 100%-osokat a 0%-osokkal. Nem? És akkor örökké megy a tengeralattjáró, amit oda helyeztünk el, csak szar helyen van az obszervatórium. Kis pajtások meg fent tartják a bázisunkat. Na, ennyi lett volna mára a móka és a kacagás. Telezabáljuk magunkat mindennel még, nyomunk egy mentést. HP-nk 100%-on áll. 0 óra 17 perc van itt az ideje, hogy eltegyük magunkat holnapra. Szia Vulagár, jó éjszakát kívánok neked, meg mindenki másnak is, aki egyébként itt volt közben. Remélem, hogy jól szórakoztatok és hogy tetszettek a játékok ma itt nálunk. Szerintem azért ez a veteményes, hát azért nem sokaknak van ám. Egy tengeri bázison veteményesük. A módosító állomásban a küklopszot majd fejlesztenünk kell. Plastacél rúd, meg nikkelérc. Nikkelot keresni kell majd még. Csikó hal. Ahhoz meg magnetit kell. A plastacél rúdakat meg tudjuk csinálni, hogyha lítium van. 2 darab kell egyébként plastacél rúdból. Az azt jelenti, hogy összesen azt hiszem, hogy 4 lítiumot jelent. Aha, 4 lítiumunk, hogyha lenne, akkor meg tudnánk csinálni, ja, meg 2 magnetit. Meg tudnánk csinálni a legnagyobb mélység modulokat a buborba, és akkor lemerülhetnénk a tenger aljára is. Hát ennyi. Lehet, hogy mélyebbre is menne, mint a Kentaur egyébként. És az lenne a cél ugye, hogy Kentaur lemegy 500 méterig nagyjából, hogyha valahol lehet úgy, és akkor utána meg buborral tovább, de szerintem a Kentaurnak is ilyen tök menő fejlesztései vannak. Annyi, hogy nem találtuk meg végül is, hogy merre vannak ezek a fejlettebb ércek. Mindenkinek jó éjszakát. Igen, 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 bocsánat, elpofázom itt már az időtöket. Ennyi lett volna mára a Subnautica című játék 5. epizódja. Rendkívül sok felfedezést tettünk, szerintem nagyon jó volt. Mi volt még játékban ma? Ja, God of War, amiben írdatlan mennyiségű női cicit láttunk. Hát amúgy nem volt csúnya látvány a játékban sehol, kivéve amikor kiforgattuk. Hát gyakorlatilag a Kentaur szívét a seggén húztuk ki, ugye? Tehát abban is mind a kettő játékban van Kentaur, ezért is játsszuk ezeket párhuzamban. Na, valaki streamel ilyenkor? Még nézzük meg, hogy van-e esetleg valaki, aki szívesen fogadna minket.